Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves nézőink! Mai műsorunkban először az Egyházmegyei Ifjúsági Vezetőképző munkájába nyerünk betekintést, majd az Egyházmegyei Múzeum évadnyitójára látogatunk el. A Kovászoló a Váci Egyházmegye Ifjúsági Közösségszervező és Vezetőképző Intézménye, melynek célja, hogy olyan elkötelezett fiatalokat neveljen, akik alkalmasak a helyi lelkipásztor és katekéták segítőjeként létrehozni Krisztusban gyökerező ifjúsági közösségeket, továbbá, hogy ezek a fiatalok hazatérve kovászként evangelizálják fiatal testvéreiket. Az áprilisi képzési találkozójukra látogatott el stábunk, ahol tapasztalataikról, örömeikről kérdeztük őket. Az alapvető célunk a Kovászolóval az, hogy a Váci Egyházmegyében legyen sok olyan önkéntes fiatal, akik hajlandóak és tudnak is közösséget szervezni, vezetni egy-egy plébánia területén. Alapvetően fiataloknak, illetve gyerekeknek szóló közösségekről van szó. Ezek a fiatalok hát sok helyről érkeznek az Egyházmegyéből, most ilyen 50 fő körül a létszáma annak a képzésnek. És hát azt reméljük, hogy sok közösség fog megszületni a plébániákon, de azt is látjuk azért, hogy az ő életállapotuk az nem mindig teszi ezt lehetővé, hogy a plébánián otthon jelen legyenek, hanem iskolában vannak, egyetemen vannak, és van, aki például csak ott tud valamiféle közösségi feladatot vállalni, hogy egyetemi közösségnek vezet például, vagy felmerült az is, hogy valami lelkészséget létrehozni egy egyetemen, hogy van, aki olyan fiatalokkal foglalkozik, akik fogyatékosok, és nekik tart ilyen néptánc jellegű játékos foglalkozást, de hogy ezt szinte mindenhol lehet azt használni, amit itt hallanak, és talán nem is a tartalom a legfontosabb, ha ezt így meg kellene határoznom, hanem inkább az, hogy mi az a hangulat, illetve érzés, jelenlét, ahogyan mi itt együtt vagyunk. Ezt azért tartom fontosnak, mert nagyon sokan nem is találkoznak közösségi élménnyel a saját területükön. Ez egy olyan két éves képzés, amely során az itt résztvevők tulajdonképpen közösséget formálni tanulnak meg. Atyák, különböző mentorok segítségével. Én egy olyan városból jövök, ahol nem igazán van helyi közösség, csak a régiós találkozókra szoktunk menni, programokra, és például lennének fiatalok, viszont nincsen olyan ember, aki összefogja őket, hogy fejlődjenek tulajdonképpen a hitükben is, és a személyiségükben is. Tehát ez mindenkinek a javára válik, a vezetőnek is, mert ő is nagyon sokat tanul, illetve akiket összefog, nekik is lesz egy ilyen, valahol egy olyan kör, ahova tudnak járni, illetve ahol együtt, közösségben mondjuk tudnak lenni, illetve a hitüket gyakorolni, és ezért ez fontos. Az is a célunk többek között, hogy embereket közel vigyünk Istenhez. Tehát, hogyha valaki hív barátot, bárkit, barátnőt, akkor remélhetőleg a közösség által közelebb tud kerülni az Úrhoz. Ennek az a cél, hogy szerintem az a keresztény lét, amit mi élünk, szóval ez nem az a csőlátás, amiről most beszéltek bent, hogy első áldozunk, megkeresztelnek, bérmálkozunk, esküvő, temetés, ilyesmi, hanem ez a keresztény életvitel, szóval ez a, nem mondják azt, hogy mi csak a templomban térdelünk, vagy állunk összetett kézzel és imádkozunk, hanem igenis élünk, tudunk szórakozni, és ezekben a táborokban, az ilyen hétvégénkön programjaikon, mi pont ezt mutatjuk meg a gyerekeknek és felnőtteknek és időseknek egyaránt. Hogy mégis tudunk szórakozni, és életvidámak vagyunk. Például a legutóbbi alkalmon, a kovászolós hétvégén. Keresztutat végeztünk kint, és egy csapat részek fiatal megpróbálta ezt kicsit úgy zavarni, hogy odajöttek, megkérdezték közben, hogy ez mire jó, ezt miért csináljuk, van-e értelme. És visszaértünk a szállásra, a keresztútról, és jött egy olyan ötlet, hogy menjünk és beszélgessünk velük. És igazából meg ők kértek bocsánatot tőlünk, hogy megzavarták, de és aztán elismerték, hogy meg után beszélgettünk velük, hogy ez miért is volt jó. Talán az egyik legpozitívabb emlékem a táborokról az volt, amikor a legutóbbi táborban kisebb gyereket vittünk magunkkal, az
9 éves kortól 13 éves korig bezárólag volt, és volt egy fiú, mozgássérült fiú, aki talán abban az évben tudott először lábra állni. Előtte mindig tolókocsiban volt, és a mi táborunk volt neki az első, amiben elengedték a szüleim. Mi voltunk az egyetlen olyan táborvezetők, akik bemerték vállalni azt, hogy ők, hogy elviszik magukkal, és minden programban segítetnek, és a kisfiú olyan önfeletten szaladgált, meg élvezte a játékokat, és már annyira szaladt, meg szórakozott, hogy már egy időn elkezdett sajnos fájni a lába is, de nekem az a, amikor rádöbbentem, hogy ez a, mi voltunk azok, akik ezt beverték vállalni, akkor azt úgy éreztem, hogy ez a mi közösségünk, a mi vezetőink, azok tényleg a lehető legjobbat akarják adni nekik. A nővérem benne volt a kovászoló egyesbe, és így innen tudtam, hogy van ilyen lehetőség, és ugye kis faluból jöttem, és nincs közösség, és arra gondoltam, hogy miután ezt elvégzem, akkor otthon beindítom az ifjúsági közösséget. Szent János Bogár közösség jár ki, és a játékok, a métázás, a Szent Mise, Laci atyával, az előadások, Káposztás Béla atya, a fundamentum teológia, ezek mind nagyon nagy benyomást tettek bennem a kovászoló ideje alatt. Szóval ezt mindenkinek csak ajánlani tudom, hogy jöjjön el és hogy próbálja ki, mert csak gazdagodhat. És minden hétvégén hazavisz valamit, amivel több. Amit tudok nekik adni, az az élettapasztalat, és az a Szentlélek élmény, amit az Istentől kaptam, leginkább. Mert tanultam teológiát, nagyon szeretem a Szentírást olvasni, imádkozni, élni, de amit megtapasztaltam az Istentől, az az enyém. És arra vágyom, hogy ők is éljék Isten igéjét, és ők is megismerjék az Istent. Az Isten valóságos személy, élő személy, aki cselekszik rajtam keresztül és rajtuk keresztül. A fiataloknak hatalmas küldetése van. Az, hogy elmenjenek és hirdessék az evangéliumot. Elsősorban a fiataloknak. Fiataloknak fiatalokra van szüksége. És ezt kell átadniuk, hogy Jézus Krisztus ma is cselekszik, él. Ezt a tapasztalatot én is megkaptam. Őszintén szóval 13-14 éves koromban, mikor megtértem, az volt a vágyam nem sokára, hogy én is átadjam az örömhírt. És már gimnazista koromban elkezdtem evangelizálni. Először nagyon-nagyon kicsi mértékben tettem. Utána pedig egyre erőteljesebben és erőteljesebben. És utána mentem a teológiára, ez indított el arra, hogy a szerzetesi úton elinduljak, mert arra vágytam, hogy mások is befogadják Isten örömhírét. Ezeknek a fiataloknak hallatlan lehetősége van. Most nincs keresztény üldözés az országban. Amikor én voltam fiatal, akkor még egy kommunista időszak volt. Most viszont nagy lehetőségünk van. És a fiatalok, azok keresnek. Keresnek, hogy mi az igazság, ki az igazság, miért élek, hova megyek, mi lesz a halálom után. A keresztények megkapták a választ, és nem csak megkapták, hanem élik. És ezt az életet tudják sugározni. De van valami, ami még kiemelkedő, az a Szentlélek. A mi egyházunk nem eléggé hangsúlyozza még a Szentlélek szerepét a mai világban. A Szentlélek az, aki erőt ad a tanúságtételhez, a keresztény élethez, ahhoz, hogy meg tudjunk változni, és át tudjuk adni másoknak is a reményt. Nagyon sok fiatal van manapság, akinek nincs reménye, nincs jövőképe, és nem tudja, hogy mi lesz, nem csak, hogy 10 év múlva, hanem nem tudja, mi lesz az örök életben. Ezt viszont akkor fogadja el leginkább, hogyha a saját korosztályától hallja. Ezért ezeknek a fiataloknak, hogy a kovászolóban vannak, nagy reménységük, hogy át tudják adni mások számára azt, hogy Jézus Krisztus él. Thank you.
Azért jöttem a kovászolóra, mert a otthoni plébániai közösségnek szeretném, hogyha egy teljesen olyan közösséget tudnánk elindítani a plébánián dolgozókkal, akik nem csak ránk támaszkodnak, hanem Jézusra is, és a kovászoló nagyszerű módszereket tanít nekünk. Rengeteget szoktunk játékot tanulni. Játékot tanulunk, ugye, aztán, hogy a gyerekeket, hogy meg a fiatalokat hogy lehet megfogni, hogy járjanak hozzánk, ne vesszenek el, mert sokan azt csinálják, hogy elkezdenek járni, aztán egy-két év múlva megunják és elmennek, és a kovászoló rengeteget ad, hogy erre megoldást találjunk. Kiskorom óta élem egy tipikus keresztény életét, templomba járás, hittanórákra járás. Első áldoztam, bérmálkoztam, többé-kevésbé imádkoztam, rendszeresen is éltem a szentség életemet. De akkor még csak ilyen vallásos gyerek voltam, aki igazából úgy tekintett magára, hogy ezt ő át kell élje, vagy muszáj, kötelességből meg kell tenni. De ahogy jött ez a löket, így kezdtem magamra tekinteni úgy, mint aki tovább is kell adjon valamit. És bekerültem a tápióba, még mondjuk előtte, 13 előtt, megismertem Farkas Laci atyát, és igazából ott már kaptam egy olyan élményt, amiben azt éreztem, hogy szeretnek. A tápióba, amikor bekerültem, akkor teljesen másképp fogadtak, mint a világi környezetemben, ahol előtte csúfoltak, amiatt, hogy román vagy, bevándorló vagy, így nézel ki, magázod apádat, kulipintyóba laksz, és bekerültem egy egyházi közösségbe, tápióba is. Egyszerűen mondom, oda voltak értem, úgy éreztem, rajongtak értem. És nagyon jó érzés volt közöttük lenni. És amikor megvolt ez a beágyazódás, akkor egy-egy morzsa Farkas László atya prédikációjából megcsapott, és dolgozott bennem. És Farkas László atya volt nekem a híd a kovászoló és a környezetem között, mert a dolgok szerencsés, a csillagok szerencsés együttállása miatt úgy jött össze a lépés, hogy Farkas Laci atya elment egy sápi családhoz, ahova én meg azért mentem el aznap, amikor ott volt Farkas Laci atya, mert a munkaadóm lemondta a munkámat, és tovább kellett menjek, és el akartam tölteni az időmet hasznosan. És Farkas Laci atya ott volt, és adott egy ultimátumot, azt mondta, hogy utolsó utáni lehetőséged, Szabi, még nyugodtan jöhetsz a kovászolóba. Hát én meg ezt úgy láttam, hogy ez nem lehet véletlen, hogy kiküldte értem a szolgáját a Jóisten, ezért el is jöttem az első alkalomra, és hát azóta is itt vagyok, és nem akarom feladni, sőt, még jobban elköteleződtem. Én érzem érvényesülni Jézusnak azt a tanítását, parancsát, hogy arról ismerjenek meg titeket, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretitek egymást. És itt nem csak az a szeretet, hogy mindig megsimogatjuk egymást, hanem néha le is toljuk egymást, elmondjuk, hogy mi a hibája egymásnak, ez a teljes. A kovászoló az nem csak képesítést ad igazából, azt is ad, de főleg élményt fog adni nekünk, közösségi élményt. És bízom benne, hogy ez a nagy belénk fektetés, amit kapunk a püspöki támogatásból, a papoknak az időráfordításával, a fiatalok önkéntes tanításából, amit kapunk, ezt kamatoztatni tudjuk, mert így ér valamit. Nekem nagyon új élmény volt így ez az egész kovászoló, mert ugye egyrészt messziről jöttem Szombathelyről, másrészt pedig tényleg az, hogy nálunk nem így nincs kiépítve így ez a mente dolog, teljesen új volt, hogy itt vannak régiók, és így nagyon, nagyon sok mindent tapasztaltam itt. És mi a legnagyobb öröm talán az volt, hogy ide jöttünk, hogy tanuljuk a közösségről, és mondtak ugyan elméleti dolgokat, de hogy megtapasztalhattuk. És hogy ezt innen vihetjük a fiatalokat, nem is az oktatókat annyira, hanem az igazi tanítók, mentoraink, azok a fiatalok voltak itt a Váci Egyházmegyéből. Nagyon jó lenne, hogyha ezt a példát, meg ezt a sok-sok tapasztalatot, amit itt kaptunk, ezt valahogy haza tudnánk vinni. És hogyha nem is konkrétan átvinni az egész útvonaltervet, de hogy valami hasonlót kiépíteni, megbeszélni az ottani ifjúsági referenssel, támogatást kérni a püspök atyától, meg így tényleg bevonni a fiatalokat így a közösségi életbe. Mert vannak ugye elképzeléseink, hogy mi lenne jó, de minthogy ez a közösség vezetés is egy szolgálat, és nem magunkból indulunk ki, hogy mi mit szeretnénk, hanem hogy a fiataloknak mi a jó, illetve ezt a egyházi oldalról mire van igény, hogy hol tudunk segíteni. Úgyhogy
nekünk, az, nekem ez a célom, hogy hát nyitott füllel legyek, szemmel, és hogy ahol, ahova hívnak, tudjak menni segíteni. És így visszatérve talán arra, hogy mit is szeretnénk átadni, valami ilyesmit, hogy ne csak egy tartalommal találkoznak, mert arra azért vannak képzések. Van a szapiencia, a pázmány, tehát igazából teológiát lehet sok helyen tanulni. Itt inkább olyasmit szeretnénk megtapasztaltatni, ami az érzelmükre, a lelkükre hat, és előtérbe helyezzük az imákat, tehát minden alkalommal készülünk imákkal reggeli és esti órákban, illetve az ünnepeket szeretnénk mintaadóan megélni, tehát hogy ebbe is kapjanak mintákat. Illetve hát ami fontos, hogy kapcsolatokat építsenek így mozgalmakkal, lelkiségekkel az egyházmegyén belül, akiket igyekszünk meghívni egy-egy képzési hétvégénkre. És itt az érzelmi intelligenciára is szeretnénk figyelmet fordítani, hogy valahogy átéljünk eseményeket, gyakoroljuk megélni, megérezni dolgokat, aztán egy kicsit belehelyezkedni egymás helyzetébe, és tanulni szolgálni is, tehát az is egy elég fontos, hogy itt ők csinálják a háttértevékenységeket a konyhai szolgálatban, az előkészületek, elpakolás, mosogatás, dekoráció, liturgia előkészítése, ezek mind ki vannak osztva közöttük, és én azt látom, és ennek örülök is, hogy ezt így jó szívvel, gyorsan, örömmel csinálják, és tehát nagyon jó ezt látni, hogy így bevonódnak, aktívak. Persze vannak nehézségek, mint minden közösségben, hogy sokszor érzik sokszor a feladatokat, és valóban nem is kevés. Az egyetem stb. Mellett azért ezeket is csinálni, és próbáljuk arra is irányítani a figyelmüket, hogy találják meg a saját erőforrásaikat is, tehát hogy legyen idő pihenésre, családi kapcsolatokra, barátokra, és ennek az egyensúlyának a megtalálása, ez elég komoly életfeladat. Idén is anyák napján került sor a Váci Egyházmegyei Múzeum megnyitójára, ahol az égi és földi édesanyák köszöntése mellett megemlékeztek a 100 éve született Marosi István Izidor váci megyés püspökről, és bemutatták az ez alkalomból készült könyvet. A könyvben többek között dr. Kocsis Imre nagypripost idézte fel emlékeit a köztiszteletben és szeretetben álló elhunyt főpásztorról. Marosi Izidor püspök atyával nagyon szoros kapcsolatban voltam, mondhatni, hogy atya-fiúi kapcsolatban természetesen a szó lelki értelmében, és ez a kapcsolat 1982-ben indult. Én abban az időben Rómában tanultam, ez a lehetőség adódott, hogy kispapként Rómában készülhettem a papságra, és lényegében ugyanabban az intézetben laktam én Rómában, amelyben annak idején ő is lakott, csak egészségi okok miatt ő végül is a tanulmányait nem ott fejezte be, hanem Magyarországra jött vissza. És a tanulmányaim folyamán, megtudván ezt, mindig élt bennem a vágy, hogy fölkeressem őt, de nem volt nagy bátorságom hozzá, hanem amikor a bánk érsek úrral, mert ugye ő volt az egyházmegye főpásztora, Izidor atya pedig a segédpüspök, aki egyben plébános volt Kecskeméten. Nos, amikor megegyeztünk a bánk érsek úrral, hogy az én szentelésem, pappá szentelésem 1983-ban lesz, akkor Kecskeméten lesz a szentelés, Kecskeméten.
És emiatt én akkor azon a nyáron 1982-ben felkerestem a püspökatyát, akkor találkoztunk először. Igazában a kapcsolat aztán a papszentelés után vált intenzívebbé, mert azon a nyáron, 1983 nyarán nagyon sokat voltam én már ott jelen, egy kicsit be is segítettem a lelkipásztori munkába. Míg volt egy hátra egy év római tanulmány, ez ugyanis így volt szervezve, hogy a papszentelés után még egy évet így Rómába töltöttem a diploma megszerzés érdekében. De közben a püspökatya úgy látszik megkedvelt, vagy meg irgalmas akart lenni felém, tapasztalatlan hát papnövendék, illetve hát pap felé, és arra kérte az érsek urat, a bánk érsek urat, hogy majd, ha hazajövök véglegesen, akkor ott Kecskeméten legyek káplán, tehát az ő káplánja legyek. A püspökatyát illetően én három szempontot említenék, tehát ami nagyon jellemző volt rá, illetve ami nagy benyomást tett én rám, három szempont. Az egyik szempont az ő embersége, ami például abban megmutatkozott, hogy a káplánokat ő sose káplánoknak nevezte, káplánokat mindig munkatársaiként mutatta be mások előtt. És fontos azt kimondani, hogy ez nem csak egyfajta ilyen retorikai fogás volt. Tehát nem csak jópofáskodni akart azzal, hogy na most azt mondta, hogy a munkatársaim, hanem valóban így tekintett ránk. Ami megmutatkozik abban, hogy szabadon engedte a tevékenységet. És nem követelte azt, hogy most az ember rendszeresen, hivatalosan beszámoljon. Viszont olyan légkört teremtett, ahol természetes volt, hogy na, akkor beszámol. Tehát nagyon szép volt ez az emberiesség, ahogyan hát hozzánk viszonyult. És akkor ezzel rokon egy másik szempont, mégpedig olyan szempont, amit én nyugodtan nevezhetnék most az irgalmasság szentévében, hiteles irgalmasságnak. Volt benne valami, ami megfelelt annak, amit ugye Ferenc pápa gyengétségnek nevez. Ugye Ferenc pápa hangsúlyozottan kéri a papoktól, hogy legyenek irgalmasok és gyengédek. Tehát ne távolságtartók, ridegek, hanem legyen bennük igazi, hiteles, emberi atyai érzület. És benne megvolt, ez egyértelműen elmondható. Hát amikor bérmált, látható volt, hogy mennyire fontosak azok, akiket most bérmál, hogy mindegyikhez volt kedves szava, mindegyikkel röviden egy kicsit elbeszélgetett, tehát ez nagyon megható volt. Vagy amikor figyelmeztetni kellett, ezt is mindig olyan nagyon finoman tette. És egy harmadik szempont az, hogy nem a hatalom embere volt abban az értelemben, hogy ő mindenáron vágyott volna a hatalomra, vagy mindenáron ragaszkodott volna hozzá. Hát megyés püspök lett, mert ezt majdnem, hogy kötelességének tartotta, hogy a pápának engedelmeskedjék. De nem vágyott rá. És amikor aztán, hát a Szentatya elfogadta a lemondását, talán 5 vagy 6 évet volt itt Vácott, ha jól emlékszem, nem többet, akkor nem volt benne semmi keserűsége miatt. Mert van rá példa. Van rá példa, hogy egy hatalmi pozíció után ilyen keserű állapot vesz erőt valakin. Hogy most már nem ő a főnök, nem ő dirigál, meg ehhez hasonló. Na hát az Izidor atyánál egyáltalán nem volt ez. Ő könnyedén vette az egészet. Tudta, hogy papként továbbra is szolgálhat. Továbbra is misézhet, továbbra is prédikálhat, akár még esetenként püspöki szolgálatot is végezhet. Számára ez volt a fontos. Én is azzal kezdeném, amit Kocsis Imre professzor úr mondott az ő bevezető beszédében, megemlékezésében, hogy korábban őt nem ismerte. Na most én is körülbelül így vagyok vele, hogy azt tudtam a hírekből annak idején, hogy segédpüspökké szentelték, aztán megyéspüspökké kinevezte őt a Szentatya, és hát csak tényleg úgy messziről láttam őt. Igazából akkor találkoztam vele személyesen, amikor már 2003-ban idejöttem Vácra,
és megkaptam a megyés püspöki szolgálatot, akkor látogattam meg őt Kecskeméten az otthonában. Tehát akkor találkoztam vele személyesen, és igazából az volt az egyetlen személyes találkozásom, hiszen tényleg talán 3 hónappal később már temettük őt. De az a lelkület, ami átsugázik most tulajdonképpen az egyházmegye papjain keresztül, az nagyon közel hozta hozzám az ő személyét. Tehát valahogy így képzelem őt, hogy egy szelíd, jóságos püspök volt, aki a papjait tényleg munkatársként kezelhette, szerethette, és tényleg mindig megértő, mindig türelmes, mindig jóságos volt hozzájuk. Hát ezt próbálom én tőle átvenni örökségként, és hát ahogy írtam ebbe a kis könyvbe és a bevezetőbe, ez tényleg egy megható nekem, hogy megörökölhettem a reverendáját. Kedves nézőink, műsorunk véget ért. Munkatársaim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!